Közel 3 éve annak, hogy átadásra került a 16 millió forintból kivitelezett, palánkkal körbevett, 26x14 méteres, védőhálóval ellátott műfüves pálya, melynek különlegessége, hogy sötétedés után is használható, ugyanis ledlámpákkal van megvilágítva. Az utóbbi időben azonban az éjjel-nappal nyitva tartó komplexumban megszaporodtak a rongálások, és az ott élők nyugalmát rendszeresen zavarták. Erről a Deák Ferenc utcai társasház közös képviselője is beszélt stábunknak. A legnagyobb probléma igazából nem az aktívan sportoló emberekkel volt, hanem azokkal a kezelhetetlen fiatalokkal, akik nem a célnak megfelelően használták a pályát. Ez a pálya állapotán lévő reklámfelületből is látszik, illetve a pályához közel álló erkélyeknek az üreg felületei összetörtek, és hát néhány lakónknak az autójának a visszapillantó tükörre is többször letört. Az érintettek az önkormányzat segítségét kérték az ügyben. Ezt követően a körzet képviselője és a város vezetője is kilátogatott a helyszínre, ahol maguk is szembesültek a problémával, majd intézkedéseket tettek. Az önkormányzat azért döntött úgy, hogy éjszakai időszakra, tehát sötétedés után bezárja a pályát, mert egyrészt azt szeretnénk, hogy ezt rendeltetésszerűen használják nagyon sokáig, tehát nagyon sokáig tudjunk a fiatalok rajta sportolni és futballozni, és a nem rendeltetésszerű használatból adódóan pedig egyrészt a karbantartási költség fog megnőni sokszorosára, így is ugye ennek a pályának a fenntartása az éves szinten több százezer forintot jelent, hiszen a műfüvet azt kezelni kell, hogy mindig ugyanolyan állagú legyen, ami a sportolásra a legideálisabb és a legjobban alkalmas. Éjszakai tevékenységek azok pedig nem feltétlenül ezt szolgálták, hiszen ennek megvannak a szabályai, hogy milyen cipivel, hogyan és mint lehet használni ezt a pályát. Többek között éjjellátó kamerák kerültek kihelyezésre. Védőhálókat telepítettek a labdák pályán kívül jutásának megakadályozására, valamint döntöttek az éjszakai bezárásról. A közel 400 ember problémájára a város vezetése azt a megoldást találta, hogy korlátozza a műfüves pálya nyitvatartását, mégpedig a mögöttem látható tábla szerint. Ez szerint hétfőtől péntekig, reggel 8-tól este 20 óráig, szombaton és vasárnap pedig 10-től 20 óráig használható. Ez pedig augusztus 17-től hétfőtől lép érvénybe. A környékbeli 200 lakás lakói közül már is sokan jelezték, hogy az intézkedésekkel elégedettek, és bíznak abban, hogy a többi mellett a napi kétszeri rendszeres közterületfelügyeleti ellenőrzés is jótékony hatással lesz a probléma megoldására.